Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus. A Lélekemelő című vallási műsorunkat látják. A mai alkalommal egy rövid szentírási szakaszt olvasok, mégpedig Szent Lukács könyvéből, az első fejezet 26., 27. és 28. versét. Az angyali üdvözletet idézzük fel ezzel a szentírási résszel, és bár rövid a szakasz, mégis számtalan mély gondolat vetődik fel ebből az evangéliumi néhány mondatból, mégpedig a keresztény életre vonatkozóan, az angyalok világára, Szűz Mária személyére, és a keresztény élethivatásra vonatkozóan. Gondolkodjunk tehát közösen a mai Lélekemelőben az angyali üdvözletről, és hozzáteszem még azt is, azt a szempontot is, hogy mi magyarok gondolkodjunk úgy Szűz Máriáról, mint aki égi édesanyánk, Magyarország pártfogója, ahogyan Szent István királyunk fölajánlotta örökségként hazánkat a boldogságos Szűz Máriának. Szent Lukács könyvéből az első fejezet 26. versétől a 28. verséig terjedő rövid szakaszt olvasom. Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Rövid szentírási részről van szó. Gábor angyal érkezik Szűz Máriához, belép hozzá, mint Isten küldöttje, belép hozzá és köszönti Máriát. Amikor ezt a köszöntést értelmezzük, különösképpen Szent Lukács evangéliumában, akkor helyesen tesszük azt, ha egy másik találkozásra is hivatkozunk, ahol ugyancsak az egyik szereplő Gábor főangyal, vagy más szóval Gábriel arkangyal, mégpedig Zakariás esetében, aki keresztelő Szent János édesapja, akinek ugyancsak megjelent Gábor főangyal, mégpedig a templomban a papi szolgálat közben. Érdekes a helyszíneket is megvizsgálnunk, bár a közös szereplő Gábor angyal, egy zárt helyen, a kultikus környezetben jelenik meg Zakariásnak, a papnak, akinek nincsen gyermeke, a felesége meddő, Erzsébet terméketlen, és éppen ezért szégyelli is ezt az állapotát, és már a 6. hónapban van, amikor Gábor angyal megjelenik a szűzanyának, Máriának, tehát az előhírnök időben ugyan megelőzi a megváltót, megelőzi Jézust, de mégis Jézus lesz a nagyobb, és így mondja ki keresztelő János, hogy aki utánam jön, jóval nagyobb, mint én. De fontos, mint jel, hogy a terméketlen asszony is fogan, és ezt a fogantatást ugyancsak Gábor főangyal jelenti be Zakariásnak, aki csodálkozik, kételkedik, és mindaddig megnémul, amíg a gyermek János meg nem születik, és ez a jel üzenet lesz a világ számára, János az előhírnök, aki előkészíti az Úr útját, előkészíti Jézus megváltó küldetését. És ebben a találkozásban fontos a helyszín, mint említettem, a választott nép számára kiemelt hely a templom, a szentély, és bár tudjuk, hogy korábban a templomnak a jogelődje a szent sátor, ahol együtt lakozik és vándorol a pusztai vándorlás alatt az Úr egészen
Dávid király elhatározásáig sátorban lakik az Úr, pontosabban Salamonnak a tevékenykedéséig, aki templomot épített az Úrnak, de sátorban lakik az Úr és vándorol a népével, de ez a sátor is meghatározó. Nem vegyül össze igazából az emberekkel az Úr, az ő jelenléte, mindig tiszteletet vált ki, mindenki tisztelettel, csodálkozással tekint mindig a szent sátor felé, a legszentebb helyre belépni sem szabad, és ezen a helyen jelenik meg a papnak, Zakariásnak, Gábor angyal, mármint az Úr szentélyében. Még Máriának, ahogy olvastuk, Galilea Názáret nevű városában jelenik meg, vagyis egy lakóhelyen, amellyel azt is érzékelteti Szent Lukács evangélista, hogy Isten az emberek között akar lakni. János is erre hivatkozik, amikor azt írja a könyvének az előszavában, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott. Szó szerint közöttünk vert sátrat. Tehát az Istennek a köztünk lakása, ahogyan Izaiás próféta az Emmanuel jövendőlésben is ezt elmondja előzetesen, nagyon fontos az ember számára, hogy Isten közel jött, és velünk van, és velünk lakik. Azt mondta Izaiás, hogy a neve az Úr küldöttjének, a szűznek a fia Emmanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ezért egy lakóhelyen jelenik meg Máriának Gábor angyal egy szerény hajlékban, barlanglakásban, ahogy kegyelettel őrizzük ezt a helyet, és látogathatjuk Názáretben az angyali üdvözlet templomában. Ott van ez a hely, ahol Gábor angyal megjelent a szűzanyának. Közöttünk van az Isten, közöttünk lakik. Meghatározó ez a tény is, ez az üzenet. És valóban egy csöndes helyen, egy jelentéktelen helyen történik mindez, ez sem elhanyagolható szempont, mert nem valami fő területen, mint Jeruzsálem, ahol Zakariásnak jelenik meg Gábor angyal, nem a fővárosban, nem a leglakottabb területen, vagy a leginkább emlegetett területen. Egy Jézus tanítványai között is él a szóbeszéd, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. A híres történetíró szűkszavú Józsefus Flavius Názáret tekintetében nem igen emlegetik a korabeli írások vagy megjegyzések. Ráadásul Galileában történik ez, a pogányok Galileájában, mely megvetett terület, hiszen vegyes lakosságú, és nem mindenki követi az egyik az Isten hitét, vagy a törvény adta követelményeket, és nem igen vállalkoznak egyöntetően a törvény megtartására az ott élők, más hagyományokkal bírnak. Tehát mindez itt történik, és ide érkezik Gábor angyal Máriához. Fontos tehát az is, hogy Zakariást nem is köszönti ott a templomban, egyszerűen megjelenik és közli a hírt neki. Itt pedig, ami különösképpen szokatlan, hogy egy fiatal leányt, egy eljegyzett szüzet köszönt, a nőket semmibe vették abban az időben, nem, hogy ilyen ékes szavú köszöntéssel illették volna, ahogyan Gábor angyal köszönti Máriát. Egy egyszerű szűzhöz a hagyomány szerint talán 13-14 éves lehetett. Ekkor már szokás volt eljegyezni a leányokat. Sokkal korábban történtek a házasságkötések, mint manapság. És Gábor angyal ékes szavúval köszönti őt.
angyal érkezik, küldött érkezik, aki belép Máriához, belép az ő életébe, belép az ő életkörülményei közé. Szépen írja az angyali küldetésre vonatkozóan Nagy Szent Gergely pápa, hogy az angyal tisztsége valójában benne van a névben, és nem valami tulajdonságot kell érteni az angyal szó alatt, nem okvetlenül egy jó tulajdonságot, ahogy szoktuk a közbeszédben mondani, hogy te egy angyal vagy köznapi értelemben, hanem tisztséget jelent, tehát Istentől kapott megbízatást, és ilyen tisztséggel érkezik Gábor angyal Máriához, hogy üzenetet hozzon. Természetesen ugyanígy megbízatással érkezik Zakariáshoz is. Ez most nem a reklám helye, de elmondom kedves nézőinknek, hogy az Anya Szent Egyház hivatalos imádságát, a Szent Zsolozsmát az okos telefonokon is lehet alkalmazni, és most én is innen idézem Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyal ünnepéről Nagy Szent Gergely pápa gondolatait a Szent Zsolozsmából, aki azt írja az evangéliumokról mondott beszédeiben, annak gyűjteményében, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek. Viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek a közvetítői. Azokat, mondja Nagy Szent Gergely pápa, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak, azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, fő angyaloknak. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra fő angyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A továbbiakban pedig ugyancsak Gáborra vonatkozóan az ő nevét is elemzi Nagy Szent Gergely pápa, ami annyit jelent, hogy Isten ereje, Gábor név, a Gábriel név ezt jelenti. Azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni. Ugyanakkor erős Istenként és győztes harcosként is jött a földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Ebbe a mondatba is belekapaszkodom most, amit írt, mondott Nagy Szent Gergely pápa, hogy Krisztus, ami nyomorúságos külsőnkben jelent meg, éppen azért, hogy aztán győztes legyen és Isten erejét kinyilvánítsa. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy megalázta magát Krisztus, ahogy a Filippieknek írt levél is mondja, fölvette a szolga alakját, megalázta önmagát. És ez a helyszín, amiről beszéltünk, ahol Gábor angyal megjelenik Szűz Máriának, éppen ennek az alázatnak a helyszíne. Jól tudjuk persze, hogy Betlehemben született, de azt se feledjük el, hogy az angyali üdvözletnek a beteljesedése, amikor Jézus a világra jön, világra születik Betlehemben. Ugyancsak a szelíd és szerény körülményeknek a helye, hiszen a pásztorok barlangjában jön világra az Isten fia. Tehát ez a kiüresítés, ez az egyszerűség, hogy a világban lép Jézus rejtetten, ez az ő küldetésének a lényege, és már ezt előzetesen
érzékelteti az angyalnak a megjelenése, érzékelteti a helyszín, Názáret, ez a jelentéktelen kis település, mely nem világváros, nem egy ismert környezet, nem egy sokak által lakott terület, nem beszélve arról, hogy a vallási tisztaságában, vagy a kultikus fontosságában sem kiemelt hely, mint Jeruzsálem. Ez a hely kellett ahhoz, hogy belépjen a világba az Isten fia. Ne feledjük el azt sem, hogy itt lép be a világba valójában az Isten fia, mert az angyal szavára történik a megtestesülés. Az a tény, hogy az örök ige, az Isten fia, a második isteni személy emberi testet ölt. Ne feledjük el, hogy a fogantatással történik mindez. A fogantatással lép be a világba az Isten fia, mint ahogy minden ember a fogantatással lesz emberré, és az emberi élet ezzel kezdődik. Így tehát Gábor angyalnak a megjelenése mindenképpen fontos az ő közeledésével, ékes szólásával, a helyszín megválasztásával. Főangyal érkezik, az Isten erejének nevezett főangyal érkezik Máriához, hogy az üdvösség jó hírét elhozza. Ez volt az első gondolatsor, amelyet fontosnak tartottam előadni, illetve felvetni a közös gondolkodáshoz. Tartsunk most rövid zenés szünetet, és majd folytatjuk a köszöntő szavak elemzésével, Mária megszólításával, és természetesen az üzenet tartalmának elemzésével is a lélekem előtt.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Mai közös gondolkodásunk szentírási alapja az angyeli üdvözlet eseménye, rövid leírása Szent Lukács könyvéből, az első fejezet 26. versétől a 28. versig terjedő rész. Most vegyük szemügyre az üdvözletnek a szavait. Először is megjegyezzük még, hogy Szent Lukács leírja a köszöntött személynek a nevét, a szűznek a nevét. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes. A szűz neve Mária volt. Ugyanúgy hívták ezt a szüzet, mint Mózesnek a nővérét, Míriam, akinek a neve talán azt jelenti, hogy úrnő, vagy azt jelenti, hogy Isten kedveltje. Az Ószövetségben is fontos volt ez a név, de itt kiváltképpen erre kell gondolnunk, hogy Szűz Mária Istennek a kedveltje. A katolikus hit szerint Szűz Mária már a fogantatása pillanatától bűntelen volt, mert elhalmozta őt Isten kegyelme. Nem szabad azonban arra gondolnunk, hogy az isteni szeretet oly módon túlárad benne, hogy megszüntette volna ebben a szűzben, Máriában a szabad akaratot, hogy ő ne tudott volna szabadon válaszolni Isten megszólítására, hogy ő ne tudott volna szabadon elhatározásokat tenni, valóban, hogy ő Isten követője akar lenni, és Istennek szolgál szabadon.
a kegyelemmel eltelt állapot, ahogyan őt nevezi, hogy megszólítja az angyal, azt jelenti, hogy Szűz Máriában valóban túlcsordult Isten szeretete, és elhalmozta őt Isten a kegyelmével. A kegyelem ingyenes ajándékot jelent a teológiában, a vallásos gondolkodásban. Nem egyenlő kifejezés azzal, hogy irgalmazunk valakinek, hogy megkönyörülünk valakin, vagyis megkegyelmezünk neki. Tehát nem ezt jelenti, hogy a büntetésétől feloldozzuk, vagy azt elengedjük. A kegyelem a grácia latin nyelvben ingyenes ajándékot jelent. Azokat a lelki javakat szoktuk így kifejezni, és ebben a fogalomban ezeket értjük, amelyekkel Isten megajándékozza az embert. Van megszentelő kegyelem, amely az ember lelkét tisztává teszi Isten szeretetéből. Természetesen ehhez szükséges az ember bocsánatkérése, bűnbánata. És van segítő kegyelem, ami a jóban megerősít, és tovább visz minket a jónak az útján, a megszentelődésnek az útján. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy Mária kegyelemmel teljes, akkor erre gondolunk, hogy őt az Úristen elhalmozta a segítségével, szeretetének ajándékaival, és a kiválasztottsága miatt már a létének első pillanatától bűntelen volt Szűz Mária, megóvta őt, az ő lelkét, az áteredő bűn terhétől és annak a hatásaitól. A következményeit nyilván Mária is viselte az áteredő bűnnek, mert ő is tudott elfáradni, ő is tudott szenvedni, tehát mindenben viselte a bűn terheit, következményeit, de magát a bűnt nem. Így volt méltó előkészülete Szűz Mária lelkében, életében a megváltó elérkezésének, tehát ennek az eseménynek, amiről ma közösen gondolkodunk. Az angyal így köszöntötte őt, üdvözlégy kegyelemmel teljes, pontosabban örvendezzél kegyelemmel teljes. Még mielőtt a köszöntő szavakra rátérnénk, gondolkodjunk arról, hogy párhuzamba állítottuk műsorunk első részében Gábor angyal másik üzenetével ezt a mostani hírüladást, az örömhírnek a kinyilvánítását, ahogyan Zakariásnak is elmondta, hogy idős korára a feleségének gyermeke lesz, az előhírnök fog megszületni, és ebben az esetben pedig tudnunk kell, hogy valójában keresztelő Szent János szülei is tiszta életű, jó emberek voltak, Zakariás és Erzsébet, fedhetetlen életet éltek, papi szolgálatot teljesített Zakariás, és valóban istenfélők voltak, tehát jó helyre született és megfelelő családba, környezetbe született az előhírnök, János, keresztelő János. Itt az előzmény egészen sajátos Mária esetében, hiszen őt kegyelmével elhalmozta az Úristen. De természetesen itt is ez a kegyelemmel teljes állapot a fedhetetlen tisztaságot jelenti, amellyel együtt működött Mária, mert mint említettük, nem kényszerítőleg hat az emberre Isten szeretete és Isten lelki java és ajándéka, amit a lelkünk számára juttat, vagyis a kegyelem, hanem megkívánja a mi szabad nyitottságunkat, hogy befogadjuk Istent, befogadjuk az ő kegyelmét, és együtt működjünk vele. Tehát nem valami eleve elrendelt isteni akarat és kényszer, ami jóra vezet bennünket. A jóban nekünk mindig szabad akarattal kell Istenre tekintenünk, és Istennel együttműködnünk, és kérnünk, befogadnunk, és felhasználnunk az ő kegyelmét. Így gondoljunk tehát az angyali üdvözlet megszólítására,
mármint ami a kegyelemmel teljes állapotra vonatkozik, és gondoljunk arra is, hogy Mária mindezzel együttműködött. Egy biblikus szakértő, Alois Stöger kommentárt, magyarázatot írt Szent Lukács evangéliumához, a Lukács evangéliuma címmel. Ez a kommentár szépen összefoglalja azokat az ószövetségi helyeket, azokat a szempontokat, amelyeket Szent Lukács is felhasznált az evangéliumában, hiszen átszövi Lukács evangéliumát is az ószövetségre történő utalások sora, és én felhasználom most a mai közös gondolkodásunkban is ezt az összefoglalást, ezeket a hivatkozásokat Alois Stöger könyvéből, mert fontosnak tartom, hogy mi magunk is így csokorba szedve lássuk azokat az ószövetségi helyeket, amelyek már elővételezetten, előzményként beszélnek a megváltóról, és amelyeket erre az angyali üdvözletre vonatkoztathatunk, annál is inkább, mert maga a szentírási hely rövid, ma csak 3 evangéliumi versről gondolkodunk, mégis számtalan ószövetségi helyre hivatkozhatunk, és tegyük is ezt meg a mai alkalommal. Amikor tehát azt mondjuk, hogy Szűz Máriát megszólítja az angyal, hogy üdvözlégy, akkor itt gondolhatunk egyszerűen arra, hogy valami üdvözlet, egy szép régies kifejezéssel tett üdvözletet mond Gábor angyal Máriának, de ez a kifejezés az arámi gondolkodásban az örvendezésre utal, tehát az örvendezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Úristen megajándékozza az embert. Pontosabban az örvendezés a szakember bemutatása szerint a görög gondolkodásnak a sajátja, az aráminak a sajátja pedig a béke meghirdetése. Örvendj, Jeruzsálem! Erre lehet hivatkozni, amikor Szűz Mária köszöntését elemezzük. Szofóniás próféta Jeruzsálem városát személyesíti meg. Jeruzsálem leányáról van itt szó. Örvendj, Sion leánya, zeng újongó dalt, Izrael. Örülj és újong egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Tehát Szofóniás prófétát idézhetjük itt, amikor Gábor angyal köszöntő szavaira hivatkozunk. Szűz Mária is valójában Jeruzsálem leánya, templomban szolgálhatott kiskorában. A hagyomány szerint az ő atyja is, Joakim is templomi szolgálatot látott el. Tehát a görög gondolkodás szerint az örvendezésre tekintünk, ez a kifejezés, hogy üdvözlégy, az valójában azt jelenti a szó szerinti és görög hatású változatban, hogy örvendezzél. Szofóniás prófétára hivatkozhatunk. Örvendezzél, Jeruzsálem, örvendezzél, Sion leánya, Sion hegye, Jeruzsálem hegye, ahol a templom áll, tehát itt a városra, a közösségre, a népre is gondolhatunk, és természetesen személyesen, most már új szövetségi értelemben Máriára. A másik, az előbb említett hivatkozás, az arámi hivatkozás, az pedig a békességre utal. Ahogyan Jézus a feltámadása után köszönti tanítványait, béke veletek. Így tehát a békesség hirdetésére is, béke veled,
így erre is gondolhatunk az eredeti köszöntés elemzése kapcsán. Mi általában is az Üdvözlégy Máriában is nyilván ezt a szót használjuk a magyar nyelvben, hogy Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. De jó, hogyha ezeket az ószövetségi helyeket, illetve az újszövetségi egyéb hivatkozásokat is szemügyre vesszük. A kegyelemmel teljes kifejezést már elemeztük, de jó lenne még tovább gondolkodnunk a köszöntés egyéb szavain, mégpedig veled van az Úr, örvendj kegyelemmel teljes. Veled van az Úr. Még mielőtt a megerősítő, biztató szavakra térnénk, veled van az Úr, még egy másik fontos idézetet idézünk és hozunk ide Szofóniás próféta könyvéből, a 3. fejezet 15. versétől a 17. versig terjedő szakasz. A prófétai közlés kifejti az isteni kegyet, amely Máriára vonatkozik, de nyilván a próféta esetében a választott népnek szóló üzenet. Az Úr elűzte ellenfeleidet, legyőzte ellenségedet. Az Úr ott van benned. Ezután már nem látsz semmi rosszat, ne félj. Veled van az Úr, a te Istened, a hős segítő. Örül neked, nagy örömmel megújítja szeretetét. Újjongva örül miattad. Ez tehát a kegyelemmel teljes állapotnak a háttere. Az Úr veled van. És még idézhetjük ennek a gondolatnak szempontjait, egy másik esetet is, Mózes esetét is ide hozzuk, akit éppen gyengesége, méltatlansága tudatában erősített meg az Úr. A kivonulás könyvében a csipkebokor résznél olvasunk az Úr megszólításáról, ahogy megbízza az Úr Mózest, hogy vezesse ki a választott népet Egyiptomból. És amikor ő gyengének érzi magát a megmentő feladatra, akkor Isten angyala a csipkebokor kicsapó lángjában megjelenik, és aztán később megerősíti. Isten így szól hozzá, én veled leszek. Ez szolgáljon jelül, hogy veled vagyok. Kivonulás könyve 3. fejezet 12. versében olvassuk ezt a biztatást, ugyanaz a biztatás, mint ami Máriának szól, az Úr veled van. És ugyanígy kap megerősítést az Ószövetség egyik bírája, mégpedig Gedeon bíró esetében is megjelent neki az Úr angyala, és így szólt hozzá, az Úr veled, hős vitéz. Gedeon így válaszolt, engedj meg, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Nézd, nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, magam pedig a legkisebb vagyok családomban. Erre az Úr így válaszolt neki, ha én veled vagyok, úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna. Ő így szólt, ha kegyelmet találtam szemedben, adj nekem jelet, hogy valóban te beszélsz velem. Tehát úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna, ha én veled vagyok, ugye ezt mondja, ezt ígéri az Úr. A Bírák könyvéből a 6. fejezet 12. vers, illetve a 15-től 17. versig terjedő rész számol be erről. Hasonlóképpen népe megmentője, Gedeon, és az Úr megerősíti őt ebben a szolgálatban. Most tartsunk ismét rövid szünetet, és
Végezetül majd a műsorunk harmadik, rövidebbik részében Máriára, az áldott asszonyra tekintünk, akit mi magyarok úgy is szólítunk, magyarok nagyasszonya. Santa Maria, Miss Mulares.
A Lélekemelő című vallási műsorunk harmadik összefoglaló részéhez érkeztünk. A mai alkalommal Szent Lukács könyvéből az első fejezet 26. versétől a 28. versig terjedő szakaszt gondoltuk át közösen. Egy köszöntő mondat van még hátra, amiről nem beszéltünk részletesen. Úgy szólítja meg Máriát Gábor angyal: üdvözlégy kegyelemmel teljes, vagy örvendezzél kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, és van még egy fontos megjegyzés: áldott vagy te az asszonyok között. Mária áldott az asszonyok között, ugyancsak hivatkozhatunk az Ószövetségre, amikor a hős Jáelt emlegeti az Ószövetség, aki megsemmisítette népe ellenségét, ezekkel a szavakkal magasztalják: áldott Jáhel minden asszony között. A Bírák könyvének 5. fejezetéből a 24. vers. Judithoz, aki megölte szülővárosa elnyomóját, így beszél a népfejedelme Ózias: áldott vagy te, leányom, a föld minden asszonya között, az Úr, a fölséges Isten előtt. Ma úgy felmagasztalta nevedet, hogy dicséretet soha el nem tűnik az emberek ajkáról, akik mindörökké megemlékeznek az Úr hatalmáról. Judit könyvéből a 13. fejezet 18. versét és azt a követő verset idéztük. Mária népének nagy hős asszonyai közé tartozik. Ő hozta közénk azt, aki minden ellenségtől megvált bennünket, Jézust, az Isten fiát. Ezért is köszönti őt Gábor angyal így, hogy áldott vagy te az asszonyok között. És mint említettem, az emberiség megváltójának édesanyja, akit a keresztván Jézus rábízott Jánosra, a tanítványára, és a tanítványait rábízta Máriára, Jézus az édesanyjára. Mindnyájunk égi édesanyja, mindnyájunk szabadítójának az édesanyja, és lelki értelemben az égi édesanyánk, Mária. Ugyanakkor mi magyarok, sajátosan magyarok nagyasszonyának is köszönhetjük Máriát. Minden nép szeretné sajátjának tartani a megváltó édesanyját és a keresztény emberek édesanyját, mindnyájunk közös lelki, mennyei édesanyját. Szent Gellért biztatására mi magyarok nagyasszonynak, nagy boldogasszonynak szoktuk nevezni Máriát, Szent István királyunk tehát. Így hagyta örökségként népünket, országunkat Máriára. És éppen amikor körülnézünk, éppen ott, ahol az angyali üdvözlet történt, Názáretben, az angyali üdvözlet templomában, akkor láthatjuk, aki oda eljut és el tud zarándokolni, láthatja a sokféle Mária ábrázolást. Sokféle nyelven és sokféle megközelítésben csodálhatjuk a Mária képeket és feliratokat, imákat, köztük a magyarok képét is, a magyarok nagyasszonya képét is. És végezetül még egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Bíboros atyánkra, Erdő Péter bíboros úrra hivatkozva, hogy nem önzés ez, vagy lehetséges ez, hogy egy nép kisajátítja Szűz Máriát, kisajátítja Jézus édesanyját. Mi magyarok hogyan tehetjük ezt meg? Tudjuk jól, hogy 1000 éves felajánlást követően és ismételt felajánlásokat követően, hiszen több királyunk, nádorunk, fejedelmünk fölajánlotta, vagy bíborosunk fölajánlotta országunkat Szűz Máriának. De a bíboros úr egyszerű válasza emberi, természetes dologra hivatkozik, mégpedig arra, hogy egy édesanyának lehet több gyermeke, ez természetes dolog. Viszont ha a gyermek oldaláról tekintjük,
a gyermeknek is lehetnek testvérei, de minden egyes gyermek csak arról tud beszámolni, hogy egy édesanyja van. A testvérek között is, ha az édesanyánkra tekintünk, akkor csak egy édesanyja van minden egyes gyermeknek, éppen ezért személyesen is, személyes élményvilággal, személyes ragaszkodással, csodálattal tekinthet minden gyermek az édesanyjára. És a népek világában és a nemzetek vonatkozásában is ezt mondhatjuk Máriára tekintve, hogy jogosult minden nemzet sajátjának tekinteni Máriát, és így köztük a mi nemzetünk is bátran mondhatja, hogy Szűz Mária nagyasszonyunk és pátrónánk, népünknek a fejedelme és királynője, mert mi is a magunk gyermeké és sajátos tiszteletével fordulhatunk Szűz Máriához. Ez lenne a záró gondolatunk a mai alkalommal, amikor az angyali üdvözlet eseményéről közösen gondolkodhattunk. Szent Lukács könyve első fejezete 26, 27 és 28. verse kapcsán. Köszönöm, hogy ma is együtt lehettünk, együtt elemezhettük és véshettük a szívünkbe ezt a mostani evangéliumi szakaszt. Kívánom, hogy tovább tudják gondolni a kedves nézőink ezt a szép eseményt, az angyali üdvözletnek gondolatait, és legyünk mi is érintettek ebben a témában, hiszen számunkra is elérhető Isten kegyelme, minket is megajándékoz az Úr az ő kegyelmével, segítségével. Ha Máriára a kegyelemmel teljesre tekintünk, jó példát találunk az ő életében, arra vonatkozóan, hogy miként lehet szabad akarattal, tiszta életet élni, Isten szándékaira ráhangolódni, az ő kegyelmével együttműködni. Ezzel a gondolattal búcsúzom a Lélek Emelő című vallási műsorunk végén, Isten áldását kérve minden kedves nézőnk életére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!